Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Szigetcsép utcában, ami Budapest egyik legkeletibb BKK buszmegállója, és egy új kihívást fogunk teljesíteni, ami nem más, mint hogy 1 óra 50 percen belül el kell jutnunk Budapest legnyugatibb BKK buszmegállójába, ami számításaim szerint az Örökzöld utca Budán. A Google Maps szerint az út 1 óra 50 perc volt, úgyhogy nekünk is ez volt az időkorlátunk. Akkor fog elkezdődni a kihívás, amikor a buszra felszállunk, ami nem más lesz, mint a 162-es. És itt van velem Hunor haverom, és szerinted megcsináljuk? Hát én nagyon bizakodó vagyok, remélem sikerül megcsinálunk. És pontosan 15 óra 15-kor kezdetét vette a kihívás. Így legkésőbb 17 óra 5 percre érhetünk oda. Tudok, hogy itt most egyelőre nincs nagyon sok átszállási lehetőség, viszont majd kimegy a Pesti útra, azt hiszem úgy hívják, és ott lesz nagyon sok, és azt találtam ki, hogy ott majd átszállunk a 97-re. Az bevisz az Örs, és azért onnan könnyebb, mintha most... Búcsút is veszünk mindjárt a 162-esen, és itt még talán, de csak talán van ilyen tábla cucca, ami kiírja, hogy mennyi idő. És igen, van ott olyan tábla, úgyhogy most kiderül, hogy megéri el a szállni. És hát nagyon is megérte leszállni, mivel ott már is látható a 169-e, ami szinte már az Örs felé ugyanúgy megy, mint a 97-e, tehát az is nagyon tökéletes lesz nekünk. És innen szinte már megállótalanul, és nagyon jó idővel suhantunk be az Örsre. Leszálltunk a buszra, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó időben vagyunk, hiszen csak 33 perc telt el, és a legrövidebb úton is jutottunk az Örsre, úgyhogy innen most metróval megyünk Buda felé. És az eddigi kihívásokkal ellentétben a legjobb időben várt ránk a metró, hiszen kb. Másfél perc volt az indulásig, így kényelmesen fel tudtunk szállni, és mehettünk Buda felé. Elkezdtünk a szélkámára, és nagyon jó hír, hogy még 1 óra sem telt el. Tehát nagyon jók vagyunk. Itt van Budapest leghosszabb mozgó lépcsője, amit Hunor nagyon kedvenc szeret. Kedvenc részem, tériszonyos, nem szeretem a mozgó lépcsőket. Viszont látásra szélkámán tér mozgó lépcső, és most pedig várunk egy villamost, ami Hűvösvölgy felé megy, mivel legjobb tudomásom szerint a 64-es buszcsalád, legalábbis egy részük biztosan a Hűvösvölgyről indul, úgyhogy reméljük hamar jön egy villamos. És nekem valamiért nem jutott eszembe, hogy már lassan egy hete. 61-es helyett pótlóbusz megy Hűvösvölgy felé, ami onnan indul elvileg. Úgyhogy most oda megyünk, és pótlóbusszal megyünk Hűvösvölgybe. Ha megtaláltuk a villamos pótló helyét, viszont erre most nem szállunk fel, mert olyan jó időben vagyunk, hogy ezt megtehetjük, hogy most nem a tömeges busszal fogunk menni, hanem ezután indul 3 perccel később egy, és azzal fogunk. Na már jön is a kövi, ami ha azt nem is mondom, hogy
onnantól meg az nem lesz, de talán kevesebben lesznek egy kicsit. Viszont kicsit elszámoltuk magunkat, mert én azt hittem, hogy ez az út kb. 10 perc lesz, viszont hát nem annyi volt. Na, le is szálltunk, és hát nem volt olyan rövid ez az út, mint ahogy gondoltam, mert több mint 20 perc volt, és egy kicsit el is ment az idő, már 16:47, ami azt jelenti, hogy konkrétan 18 percünk van, szóval jó lenne megtalálni a 64-eseknek a megállóit. Ott írja, hogy 164-es, az 3 perc, nagyon jó, úgyhogy megtaláljuk a megállóját, és azzal megyünk is az Örökzöld utcába, és remélem, hogy időben megérkezünk. Meg is találtuk a megállót, és hamar jött is a busz, és már csak az a lényeg, hogy ne legyen 15 percnél több az út, mert akkor buktuk. A few minutes later. Már indulunk is, hát szerencsére csak 2 perc volt, szóval nagyon reménytelen, hogy odaérünk pontosan 14 percen belül, és akkor jók vagyunk. Jó hír, ott láthatáron látszik, a kamerában semmi nem látszik, az más kérdés. A lényeg, hogy már kiírta a kijelző az Örökzöld utcát, és még csak 58-on van, még 7 percünk, tehát jó úton haladunk. És a következő megálló az Örökzöld utca. Sikerült a kihívás. 17:00 perc, ami azt jelenti, hogy még lett volna 5 perc, tehát ha még késünk is annyit, akkor is sikerül a kihívás. De örülök, hogy meglett, igazából nem annyira simán, mint ahogy gondoltuk, mert még ott vártunk teljesen nyugodtan még egy busz, hogy mennyire időben vagyunk, meg minden. De hát végül csak 5 percen múlott. A lényeg, hogy itt van, sikerült.